Mondtam, a sajtó az egyik olyan terület, ahol ütközhetnek az emberek véleményei, a közgondolkodás kialakulhat. Persze vannak ennek több területei, helyi szintek, kint az utcán az emberek beszélgetnek, de a sajtó az egy központi szereppel bír. Azzal, hogyha mi homogenizáljuk egyébként az egyetlen magyar napilapunknak az üzenetét, azzal valójában meggyengítjük hosszú távon a közösségi gondolkodásunkat. Mert akárhogy is nézzük, bizonyos dolgokról ír a magyar szó, bizonyos dolgokról nem ír a magyar szó. Ha az embereknél benne van az a közvitában, de nem folyik le egyébként nyilvánosan a közvita, akkor azt a problémát nem fogjuk tudni majd megoldani, megemészteni, hogy mégis mi a legjobb megoldás. Még egyszer mondom, én ezért küzdök ez ellen, és ezért jött létre ez az egész ellenreakció, tehát a túlzott hatalom központosítására jött létre a magyar mozgalom. A magyar mozgalom nem szétver, nem közösségromboló, és még sorolhatnám az összes többi jelzőt, amit időnként a képviselő társaim elszórnak. Én továbbra is azt mondom, hogy a magyar mozgalom az következmény. Következmény arra, hogy a politika túlzottan központosítani akart, és teszi a mai napig. A magyar mozgalom az egyfajta lelki szabadságharc. Azok az emberek, akik úgy érzik, hogy ők még szeretnének önálló szubjektumként élni, szeretnének véleményt alkotni, szeretnék elmondani a véleményüket, azok felemelték a hangjukat. Bizonyára jönnek majd a felszólalások, amelyek majd engem ledorongolnak, meg minden. Én ezt vállalom, nyugodtan megtehetik, én ezt vállalom, ezért teszem ezt a szerepet, mert ezt a lelkiismereti kérdésem. Viszont egy valamit tudnunk kell. Ha Varjó Mártának megadjuk a második 4 éves mandátumát, valójában ezeket a problémákat nem oldottuk meg. Lehetséges, hogy a legerősebb pártunknak még erősebb befolyása lesz a magyar szóra, de önmagában a társadalmi, közösségi problémákat nem fogjuk tudni megoldani.